Új aszfalton közlekedhetnek az autósok Géberjénben. Két mellékutca kapott új burkolatot összesen több mint 18 millió forintból. Az elmúlt két évben a közlekedési fejlesztések kapták a legnagyobb hangsúlyt. Már a helyén van a járdaszegély is. Folyamatosan dolgoznak a munkások ezen a szakaszon. Ehhez, vagy például a faápolási munkákhoz szükséges eszközöket is pályázat útján szerezték be. Minél több idegenforgalmi és turisztikai adottságot szeretnénk kihasználni, akkor egy ide látogatónak rendezett szép falu környezetet szeretnénk mutatni. Ezért olyan eszközöket tudtunk vásárolni, ami sajnos saját erőből nem tudott volna működni. Mivel óvoda is működik a településen, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy modern, jól felszerelt óvoda játszóteret építsünk a gyerekeknek. Ez is elkészült tavaly, és most fogunk kezdeni egy óvoda felújítással, amely teljes fűtéskorszerűsítést, illetve belső infrastruktúrális felújítást fog jelenteni új vizes blokkokkal, hogy minél több gyerek tudjon beiratkozni az óvodába. Erre több mint 31 millió forintot nyertek el a Magyar Falu Program forrásából. Az iskola épülete is nagyon régi, ennek teljes felújítása szerepel a hosszú távú tervek között. Fontos, hogy a diákok magas színvonalú oktatást kapjanak modern, 21. századi környezetben. A polgármester úgy fogalmazott, ez olyan hosszú távú cél, amely a meglévő óvodával együtt képes biztosítani a település jövőjét. De más tervek is vannak Géberjénben. Emellett a turisztikai lehetőségek további kiaknázása. Minél több innovatív eszközzel, minél több olyan rendezvénnyel, amelyekkel a közösséget tudjuk erősíteni. Bár egy kicsit 20 év szerintem hosszú távú cél, de én úgy gondolom, hogy ha az oktatás stabil lábakon áll, és megfelelő gyerek van az iskolában és az óvodában, akkor a településnek is van jövője. És hogyha van jövőnk, akkor az itt lévő közösségek is tudják azt a géberéni hagyományt és géberéni életet tovább örökíteni, amire szüksége van a településnek, hogy fennmaradjon. Turisztikai szempontból folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a Holcamosra és a partján elhelyezkedő súlyom tanösvényre, amely nem csak a gyerekek, a felnőtt turisták számára is kedvelt látványosság.